A katasztrófavédelem egész évben ellenőrzi, mennyire tartják be a társasházakban a tűzvédelmi előírásokat. Novemberben azonban egy háromnapos akció keretében minden lakás tulajdonosnak, bérlőnek, közös képviselőnek lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül forduljon a katasztrófavédelemhez a kérdéseivel. Tavaly országosan közel 1000, többségében társasházi képviselő vett részt a Társasházak napja című konzultáció sorozaton. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is megrendezik a programot november 6-a és 8-a között. A lakóépületeknél leggyakoribb problémák a közlekedő területeken az égető anyagok tárolása. Ezen kívül, ami legjellemzőbb hiányosság, a villamos rendszerek felülvizsgálatának a hiánya, amit bizonyos időszakonként el kell végezni. Erre általában anyagi forrás miatt, kevesebb pénzütése miatt ezt nehezebben tudják a társasházak megoldani, de itt is, mint a korábbiak szerint, utóellenőrzésekre 98-90%-ra ezeket a hiányosságokat is pótolni szokták. A háromszintesnél magasabb és 10-nél több lakásos épületek esetében írásba kell foglalni az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat. Fontos azonban, hogy ezek mindig az adott épületre vonatkozzanak, ne az általános jogszabályokból legyen kiollózva a dokumentum. A társasházaknál az utóellenőrzés során 10-15%-ban szükséges a komolyabb ráhatás a szakemberek részéről, ugyanis még ilyenkor is előfordul, hogy nem javítják a társasházak a hiányosságokat. Utána természetesen komolyabb szankciók vannak, tűzvédelmi bírság szabható ki a társasházzal kapcsolatban. Ez hiányosságtól függően 10-20 000 forinttól 3 millió forintig terjedhet, úgyhogy elég komoly bírság, illetve ezek összeadódhatnak kisebb tételek esetén, de a maximum bírság összege 3 millió forint lehet. A Társasházak napja rendezvénysorozat célkitűzése, hogy a társasházak lakóközösségek számára széles körű tájékoztatást adjanak a szakemberek a követendő tűzmegelőzési szabályokról, ezzel is növelve a lakóépületek biztonságát.